Budapestre egyetlen egy pályázat sincs kiírva. Azt kockáztatjuk jelen pillanatban, hogy ez végképp egy politikai mérlegelés, hogy akkor hol indulhatnak el az uniós források. Ez a politikai mérlegelés csak és kizárólag a magyar kormány kezébe van. Európai Bizottság nem szólhat bele, hiszen ő azt mondja, hogy majd, hogyha megállapodunk és kiszabadítjuk az egész keretet, akkor tudtok hozzáférni. Mi ebben már tényleg csak ilyen tippadói szerepkörben vagyunk, hogy hiába mondjuk azt a magyar kormánynak, hogy hogy el kéne indítani a budapesti projekteket, és már ezeknek is van egy véghatárideje, amit lezárul. Szóval ez, ezeket kockáztatjuk ezzel. A magyar kormány folyamatosan harcot vív Brüsszellel azért, hogy hozzájusson az uniós forrásokhoz. Ugyanakkor a főváros már rég eldöntötte azt, hogy szeretne közvetlen EU-s forrásokhoz jutni. Erről, ezekről a lehetőségekről fogunk beszélgetni a főváros főpolgármester helyettesével, Kis Ambrussal. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó, kérem, Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mindenek előtt beszéljünk arról, hogy, hogy mik a törvényi lehetőségek és a szabályozás általi lehetőségek ahhoz, hogy a főváros valóban hozzájuthasson a kormányzati forrásokon kívül EU-s forrásokhoz. Tehát valójában nem a magyar jogszabályok rögzítik ezt, hanem ezt az Európai Bizottság, Európai Uniónak tanuljuk az intézményi rendszere. Most is vannak egyébként közvetlen források, és nyerünk is. nem olyan régen jelentettük be, hogy összesen egy 2 milliárd forintos projektet nyert egy olyan konzorcium, amit Budapest vezet, és ez például önkormányzati bérlakásprogram, és ahhoz kiegészítő elemekre szolgál. Tehát vannak most is ilyen lehetőségek, csak ezért ez nagyon fontos, hogy arányokat most megnézzük. Jelen pillanatban, hát körülbelül ilyen 4 milliárd, 5 milliárd forint értékben van közvetlen uniós nyert pályázatunk, ahonnan forrást kapunk, és ebből meg tudunk valósítani projekteket. Ezzel szemben csak ebben a ciklusban, hogy hozzáférnénk mi is a forrásokhoz, a TOP plusz, tehát a Töletfejlesztési Operatív Program keretében az önmagában egy nagyságrendek 80-80 6 milliárd forint lenne. Tehát a kettőt, hogyha mérleg leteszük, azért jól látszik, hogy a közvetlen uniós források azért még kisebb mértékben állnak rendelkezésre. És ez egy nagyon nagy kérdés, hogy az unió el akar-e, mert egyébként képesnek képes lenne, de el akar-e indulni abba az irányba, hogy növeli ezeket a közvetlen hozzáférésű pénzeket, és ebben az esetben a le, például a nagyvárosok, és ebben azért van érdemi keresni való, mint egyébként a bizottságnak is, mint egyébként a nagyvárosoknak is. Hogyha a közvetlen úriós forrásokhoz nem férünk hozzá, az melyik részen fog leginkább fájni a fővárosnak? Hát, hogyha azok a források, amelyeket hát a, 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 Brüsszel és a magyar kormány háborújából adódóan zárulva lettek, akkor ez mindenhol. Tehát a közösségi közlekedés fejlesztésében, a, a olyan szociális projektekben, mint például a foglalkoztatás bővítése, szociális intézményrendszerben dolgozókra, munkerőpiaci program, lakhatási program, energiaszegénységgel kapcsolatos programok, zöldteletek fejlesztése, egészséges utcák program. Tehát ezek azok a források, amelyek most nagyon csúnya szóval letárgyalásra kerültek egyébként a részünkről, mind a bizottság, mind a magyar kormány kormányfele, de hát nem férünk hozzá jelen pillanatban. Azért ezt hozzáteszem, ebbe azért van tudatos politikai döntés a magyar kormány részéről. Csak azért érdemes megnézni, mert hogy miről is szól ez az egész zárolás, amit a bizottság végrehajtott. Valójában nem azt mondta az Európai Bizottság, hogy magyar kormány nem költhetsz pénzeket. Mert hogy ilyet nem mondhat, meg nem is érdeke mondania. Hanem azt mondta, hogy persze te elkezdheted megvalósítani az uniós projekteket, ki is fizethetsz erre támogatásokat, sőt, tehát, hogy nyilván ebből adódóan döntéseket is hozhatsz, csak egy dolgot most még nem tudsz megtenni bizonyos esetekben, beküldöd a számlákat nekünk Brüsszelbe, és majd a bizottság ezeket elutalja erre a ciklusra. Tehát ez a, ezt a kockázatot futja jelenleg a kormány. Mondhatjuk, hogy ilyen költségvetési helyzetben logikus, hogy a magyar kormány azt mondja, hogy ő a működésre. Fordít minden pénzt, és ő nem mer ilyen kockázatokról beválni. Még akkor azt is mondom, hogy ez egy logikus érvelésnek tűnik. De nem ez történik. Az előbb említett területfejlesztés operatív programban nyilván nem csak Budapest van benne, sőt. Körülbelül ennek 1600 800 milliárd forintos projekt ebben az időszakban. Ebből az 1600-1800 milliárdból 86 milliárd, ami Budapestre jön, tehát azért látjuk a az arányokat. Eddig meghirdettek 1000 milliárdnyi pályázatot saját kockázatterhére, és már 600 milliárd forint környékén ki is fizetett a magyar kormány. Tehát effektív megelőlegezte ezeket a pénzeket, azaz működnek ezek a projektek. Nem igaz, hogy állnak, csak az más kérdés, hogy egy politikailag mérleg a kormány, és azt mondja, hogy Budapest számára nem nyitom meg ezt a lehetőséget, ezzel szemben mondjuk valószínűleg politikai preferencia alapján a kis települési Magyarországnak megnyitom ezt a lehetőséget, és számukra biztosítok forrásokat. Tehát igazából azt kockáztatjuk jelen pillanatban, hogy ez végképp egy politikai mérlegelés, hogy akkor hol indulhatnak el az uniós források. Ez a politikai mérlegelés csak és kizárólag a magyar kormány kezébe van. A Európai Bizottság nem szólhat bele, hiszen ő azt mondja, hogy majd, hogyha megállapodunk és kiszabadítjuk az egész keretet, akkor tudtok hozzáférni. Mi ebben már tényleg csak ilyen tippadói szerepkörben vagyunk, hogy hiába mondjuk azt a magyar kormánynak, hogy, hogy el kéne indítani a budapesti projekteket, és már ezeknek is van egy véghatárideje, amit lezárul. Szóval ez, ezeket kockáztatjuk ezzel. Milyen olyan projektek vannak, amiknek vészesen közeleg a határidejük, hogyha azokhoz nem biztosít a kormány előzetes forrást, vagy legalábbis előfinanszírozást, ahogy már korábban említette, és ha kifutunk az időbe, akkor azok lényegében nem jutnak pénzhez, és nem valósulhatnak meg. Ugye itt is bontsuk ketté, mert sajnos pont ez a nehézsége, meg mint valahol a, a, politikai csapdájának a történetnek, hogy bonyolult a finanszírozási rendszer. Ugye, miről beszélünk, és akkor most had egyszerűsítsem le, hogy akkor most az agrár támogatásokat nem teszem ide az asztalra. Ugye van kétfajta kasztal nagyon egyszerűen, van az úgynevezett 7 éves terv, ez ami most zárul az előző időszak, most kell befejezni a projekteket, ez egy ilyen hatalmas hajtás egyébként az egész fejlesztési rendszernek, köztük egyébként Budapestnek is, mert 23 végig nem, hogy be kell fejezni a projekteket, hanem is kell számolni róluk. Most zajlanak még ilyen beruházások, nem tudom, árvízvédelmi beruházás. A harmadik kerületben az Aranyhegy patak mentén ez a Dunajba torkolik, és annak a visszafolyása miatt ti árvízvédekezés. Ezeket a projekteket, bicikli és biciklutak építése, ezeket most zárja a főváros, és nyilván ilyen projekteket zár az ország is. Ezek elvileg nem érinthetik a zárulást, hiszen ezek elkezdett letárgyalt projektek, ezeknek a végszem lehet kell majd kiküldeni. Van a második, amiről az előbb egy kicsit beszéltem, ezek kapcsán időbeliségi probléma jelenleg nincsen, hiszen ez 21-27-es tervezési időszak, és ott a 27-hez még két év elszámolási határidő van. Tehát tulajdonképpen ott 29-ig van idő. Nyilván nem egyszerű, mert hogyha valamilyen olyan eszközbeszerzésről van szó, most mondjuk egy példát, mondjuk villamos vagy troli, hogyha ilyet akarnak pótlólag beszerezni, mondjuk a főváros, vagy bármelyik nagyváros Magyarországon, de ez nem olyan, mint egy dobozos termék, hogy bemegyek a boltba, rábökök, és akkor szállítják az első csomagáltadó pontra. Azért ez a mostani megrendelési állományokkal, hát simán egy ilyen 27-28, de lehet, hogy 29-es szállítási határidőket tudnának vállalni. Tehát ezek azért már túl közel vannak, tehát magyarán azért ez ilyeneket el kell nyitni. De van még egy kassa, ez az úgynevezett helyreállítási alap. Erről azért sok szó esik a sajtóba. Ez az úgynevezett RRF program. Az RRF program kapcsán nincs megállapodás, még a program tartalmáról sem a magyar kormány és az Európai Bizottság között. A 7 éves tervről van, tehát ott azért a nagy kereteket leütötték, de a helyreállítási alap nem, és főleg ott annak van egy része, az úgynevezett hitelrész, amivel ugye egyszer azt mondta a miniszterelnök, hogy nem kér, aztán kér, aztán most még mindig nincsen letárgyalva, hogy mit kér a dologban. Tehát még te még nem tudjuk, hogy mit kér a kormány, még nem volt ennek társadalmi vitája, tehát velünk önkormányzattal nagyon szörmentén és nagyon kismértékben mértékben volt bármifajta egyeztetés ennek kapcsán, de érdemi társadalmi vitája ennek nem volt. Az Európai Bizottsággal láthatólag ebben még mindig tárgyalások, viták, konfliktusok vannak, ugye itt is érintik a mérföldkövek ezeket a helyreállítási alapforrásokat, és most és ebben mi a lényeg, hogy ez 26 végéig ezeket el kell végezni, le kell zárni ezeket a projekteket. És hogyha valaki most ránéz a menetre, de most van 23 nyarán, akkor ezt a beszélgetést rögzítjük. Tulajdonképpen nagy esély nincsen, hogy ezen a nyáron ez a probléma megoldódna ha eljutnánk odáig esetleg, hogy 23 őszén megállapodás lenne a helyreállítási alapról, tehát nem forrásunk megállapít, megállapodás, onnan lehetne elkezdeni megvalósítani a projekteket, 24, 25, 2, 2 fél év van ezeknek a véghezvitelére, és mondjuk egy építés, vagy egy korábban említett, mondjuk speciálisabb eszközbeszerzés azért már időben kevéssé fér bele, tehát itt azért egy érdemi nagy kockázatot fut az ország, és nyilván ebben Budapest is. Hát meg tudjuk, hogy ha valamire nagyon szűk az idő, akkor általában a költségkereten nő meg valaminek, minél kevesebb idő van valaminek a kivitelezésére. Hát, abszolút, hiszen azt mondja a beruházó, vagy, a, vagy aki a Kivitelez. kivitelezőt, vagy aki, a hozza, aki eladja az eszközt, hogy azt mondja, hogy oké, okay, bevállom, de ez borzasztó nagy kockázatot jelent számomra is, és még egyébként érthető is az ő szemszögéből, ez drágítja. Az elmondottak alapján kérdezem, hogy a források, amiket biztosítanak az EU-s pályázatoknak az előfinanszírozására a kormány részéről. Az említett 886 86 milliárdhoz képest, amire Budapest pályázhatna. Ez jelen pillanatban a kormány részéről nulla, amit biztosít? Ez, nulla. Ez abszolút nulla. Tehát Budapestre egyetlen egy pályázat sincs kiírva. Minden területi régiójára az országra már van, és már volt is kifizetés. Budapesten nincsen. Az a vállalása a kormánynak, most van másodszori vállalása, hogy 23 őszén kírja ezeket. Ebben most már kezdek szkeptikus lenni, de, de remélem, hogy rám cáfol az élet, tehát szerintem, szerintem megint csúszni fog. Könnyen lehet, hogy megvárják vele az önkormányzati választásokat. Most nem akarok tippet adni a kormány számára. Szerintem ez borzasztó káros lenne, mert megint csak telik az idő, és és húzódnak ezek a projektek, de ez a területfejlesztési operatív programba, jelen pillanatban egyetlen egy pályázat sincsen ki. Hogyha lenne pénz, tegyük fel ezt a Igen. fikciót, és hogyha lennének források, Igen. akkor ön, mint főpolgármester helyettes, hogyan látja, hogy mik lennének azok a az elsődleges pontok, ahova szükség lenne ezekre a finanszírozásokra, nagyjából már mondta, hogy milyen projektek vannak, de hogyha egy-két konkrétumot meg tudna esetleg nevezni, amiben előrépés lehetne és tudna fejlődni esetleg a főváros. A, nyilván itt van a infrastruktúra és van a, a társadalom. Kettő pont, ugye nyilván ez sok ponton összeér, kevesebbet kevesebb beszélünk ezekről a társadalmi hát, csúnya szóval fejlesztésekről, de ez számomra ugyanúgy szívű, mint hogy egyébként Euh, infrastruktúrális beruházást csinálunk. De akkor kezdjük először azzal, hogy nyilván ez egy látványosabb dolog. Ilyen fejlesztés, hogy bővíteni és egyébként euh, csökkenteni a károsanyag kibocsátását a budapesti közösségi közlekedésre. Mit, mit értünk ez alatt? Például, hogy nyilván ne feltétlenül dízelbuszok járjanak, hanem ahol tudunk, ott váltsuk ki, például a troli hálózattal, hiszen ott az elektromos euh, energiával működik, vagy ahol lehet, hogy ezek, ezek már nagyobb beruházások, de ezre is van elméletileg forrás, hogy a e, vaskerekes, e, tehát a rögzített pályás villamos hálózatnak a bővítése. Egyébként ezekben van fantázia, e, el is lehetne indulni, tehát mondjuk egy olyan projektet, amiről e, már beszélt a főpolgármester is, e, hogy a bajcsi úttól legyen villamos hálózat, és ezzel tulajdonképpen egy, egy a pesti fonódó hálózat kiteljesítését meg lehetne oldani az egy reálisan elérhető lenne uniós forrás terhére, ha más nem is, legalább eljutni odáig, hogy a kész tervek és engedélyek legyenek a ciklusban, és hogyha a maximum a következő tervezési időszakban lenne indítva. De én ezt nem tartom még reménytelennek ebben a ciklusban sem. Most a ciklus alatt nem az önkormányzati értem természetesen, hanem a, hanem a, uniós forrásokra vonatkozó. Ugyanígy fontos, és erről már beszéltem az előbb, ez az egészséges utcák, ez ar arról szól, hogy úgy fejleszteni a közterületeket, főleg kismértékű kerületeknek a kezelésében lévő területek. Itt a belvárosi kerületekre gondolásra. Nem vagy. feltétlenül, és kifejezetten külvárosiak is, olyan hát nagyobb fokhi részek, amik nincsenek szerencsére beépítve, és nem is akarják azt mondjuk városképre szempontjából tovább építeni, nem akarják dúsítani az ott lévő szerves vagy az épített szövetét a városrésznek. Ott lehetne olyan zöldfejlesztéseket csinálni, ami egyébként élhetőbbé tenni ezeket a területeket. Egy kicsit több, mint park, de, de, de körülbelül itt tudom ezt jól megfogalmazni. De ez az egészséges utcák projekt. Ugyanilyen nagyobb áthidaló fővárosi tulajdonban lévő területeknek a fejlesztésére is lehetne pénz, ugyanígy a klímaadaptáció szempontból ezeket mind meg lehetne csinálni. De kevesebben beszélünk a társadalomról, és akkor hadd használjam ki ezt az alkalmat. Abban szerintem nagy adóságunk van, hogy a és ez kritika a, a, a kormány részéről, hogy amikor túlságosan centralizál, akkor ezzel homogenizál is. Mit értek? Az a Budapest nyilvánvalóan egy teljesen más munkerőpiaci, összetételű és igényeket kiszolgáló település, mint az országnak a, a jelentős része. Azzal, hogy az állami foglalkoztatási szolgálat ez egy homogenizált rendszer lett, ezért kevesebb figyelem tud arra összpontosulni, hogy mit kellene például egy ekkora város, és ekkor a agglomeráció esetében csinálni a munkaerőpiacsal. És ebből a tekintetben mondtuk azt, hogy, hogy akkor ebben mi elindulnánk, és lenne egy munkaerőpiaci fejlesztési program, foglalkoztatási paktum uniós forrásból. Ez szerintem ez egy nagyon fontos. A másik a lakhatás kérdése, hogy a uniós forrásból szeretnénk elindítani a fővárosi lakásügynökséget, ami már modell szinten készen van, miről szól, be tudjunk vonni több lakást a bérlakás rendszerbe. Több lakást ugye csak úgy tudunk nagy részben most bevonni, hogyha nem a saját tulajdonokat, hanem egyébként olyan budapesti lakásokat, lakástulajdonosokat szólítunk meg, akik azt mondják, hogy hajlandóak, kiszámíthatóbb viszonyok között, egyébként nem is feltétlenül anyagi szempontból rosszabb ö, mértékben kiadni a lakásukat rajtunk keresztül, úgyhogy a fővárosi lakásügynökség vállalja ezzel kapcsolatos felelősségeket, viszont ezzel le lehet nyomni az árakat, ezáltal olyan budapestiek számára lehet lakatás lehetőséget biztosítani, akik nem tudják megmérni maguknak a, a piaci piatást. Van -e erre működő uniós példa? Vannak. Egyébként vannak kicsikben Magyarországon is. Egyébként vannak ennek adójogszabályi alapon is megtámogatott részei, tehát hogy a magyar jogalkotó már gondolta arra, hogy ezt lehetne segíteni arról van szó, hogy ha önnek van egy lakás, akkor ugye gondolkozhat azon, hogy ön kiadja, és foglalkozik ennek minden nyűgével és Az Azaz, hogyha a bérlővel probléma van, akkor önnek kell kezelnie. Azaz, hogyha egy lakás ugye nem folyamatosan van kiadva, azért azt tudjuk, hogy átlagosan egy évben az ilyen 11 10 és fél, 11 hónappal a kiadási idő, hiszen hogyha az ön bérlője elmegy, akkor nem biztos, hogy másnap talál egy újat, addig üresen áll a lakása. És minden ilyen ezzel kapcsolatos nyugán terheli. Ebben a modellben az van, hogyha ez önkormányzati, mondjuk egy lakásügynökségen keresztül adja ki, akkor egyrészt adókedvezményt kap, ami, ami, ne, ami azt jelenti, hogy a ön pozíciója nem feltétlenül romlik. Átvállalja öntől a lakásügynökség a terheket, tehát azt mondja, hogy az én felelősségem mindentől kezdve, hogy kinek adom ki egyetlen egy dolgot kérhető. Számol rajtuk, hogy olyan állapotba kapja vissza, mint amilyen boldatta. És ez egy reális elvállás az ön részéről, minden más felelősség a, a közt terheli, tehát a, az önkormányzati rendszer terheli. Viszont ezáltal lejjebb tudjuk vinni valahol közösen a lakbérárát, ezáltal sokak számára tudunk olyan lehetőséget biztosítani, akik a jövedelmük mellett most vagy nem tudják megengedni, vagy az igényeikhez képest sokkal kisebb lakást tudnak megengedni maguknak, és ezáltal érdemben lehet bővíteni a lakásállományt. Tehát, hogy ez egy meglévő trend Európában, hogy így próbálják megoldani a lakhatási problémákat. Sajnos ugye egy olyan helyzetben vagyunk, hogy az önkormányzati bérlakás állomány pici. Nincsen piacbefolyásoló ereje. Nem úgy vagyunk, mint Bécsben, ahol képesek voltak kitartani és megtartani az önkormányzati lakásokat, és ezáltal bécsi városháza tulajdonképpen piac befolyásoló erővel bír, azt mondja, hogy én lejjebb lent tartom a albérletárakat, akkor nyilván a magántajdonosok akkor egy mértékig tudnak csak emelni, hiszen egyébként piaci verseny hátrányba kerülnek. Nekünk ez elment, valószínűleg Magyarországon ez örökre elment, tehát nem hiszek abban, hogy érdemben akkor a források lennének, hogy rengeteg új önkormányzati belakáshoz jutnának a, az önkormányzatok. Ha konkrétumokat nézzük, akkor milyen Kilátások, illetve milyen lehetőségei vannak a fővárosnak az érdekérvényesítésre, mármint az EU-s források, vagy akár a közvetlen EU-s források érdekében. Azt ugye tudjuk, hogy Jávor Benedek dolgozik a fővárosnak elsősorban a brüsszeli közbenjárás de. tekintetében, de hogy az ő hatos közeműködése mellett van-e bármilyen érdekérvényesítő lehetőség a fővárosa? Hát egyrészt az, hogy a, mégis mi vagyunk Budapest fővárosa, tehát hogy egyébként gazdasági potenciája és társadalmi struktúrája szempontjából azért van egy megkerülhetetlen szerepünk. Ha, ha ideáltipikusan működne a magyar e, e, kormányzati működés, vagy államigazgatási működés, akkor valójában egy ilyen brüsszeli irodának akkor lenne szerepe, hogy ha közvetlen uniós pályázatokat szeretnénk beadni, akkor nyilván ebben való lobby, információ feltárás, tehát egy ilyen kapcsolatrendszer ápolás, tehát ebben lenne szerepe. De sajnos ennél többre van szükségünk, hiszen közben nekünk nem csak a magyar kormányjal kell tárgyalnunk, hogy kellene, ott egyébként kevesebb fódókészség van, hanem meg kell próbálnunk megteremteni a tárgyalási lehetőséget az Európai Bizottságon keresztül hiszen azért ez egy fontos alapelve az Európai Uniónak, hogy a pénzek úgy kerüljenek elköltésre, hogy egyébként ebben a meghatározó szereplők többé kevésbé komfortosnak érezzék magukat. Tehát az, hogy leuralni a terepet, és azt mondja a magyar kormány, hogy én döntöm el egyedül, hogy mi történik ebben az országban, azért az nem Európai Bizottság konform. Ezt ugye az ők nem szeretik. E Nyilván egy pontig lehet beleszólni ebbe a történetbe, és nem is egészséges, hogy az Európai Bizottság diktálja, diktálná le azt, hogy milyen projekteket kell végrehajtani, de azt elvárhatja, és el is várja, hogy egyébként legyen ebben valamifajta partnerségi eljárás, de szeretnéd érteni, hogy ezt ez például a fővárosi önkormányzat mit gondol róla, tárgyalta -e valaki a magyar kormány részéről ennek kapcsán. főpolgármesterrel, a főpolgármester a főpolgármesterre milyen igényeket támasztott, és erre mik lettek a magyar kormány válaszai. És ebben is volt azért elég nagy hiányosság. Ebben azért most elkezdtük ezzel a kis unorthodox módszerrel haladni, hogy az Európai Bizottság munkatársainak segítségével elmagyaráztuk, hogy akkor szükség van arra, hogy leüljön velünk a magyar kormány, és szükség van arra a magyar kormánynak, hogy meg is állapodjon velünk bizonyos kérdésekben, még hogy egyébként kevesebb is, mint amit elvárnánk, vagy helyesnek gondolnánk, de legalább van egy ilyen nyomás a bizottság fele, és ezzel nekünk a jól kell tudnunk élni, tehát jól kell tárgyalni. A brüsszeli iroda ugye ezeket a tárgyalásokat folytatja, illetve, ahogy említettem, a közvetlen pályázatokban segít. Ugye a közvetlen pályázatoknak még egy nagyon fontos dolog van. Azért ezek abban a szellemiségben jöttek létre, hogy országokon átívelő kapcsolatok legyenek. Tehát ezért is van ez a szó, hogy konzorciumok indulnak. Ezekben a konzorciumokban általában külföldi városok, vagy külföldi szervezeteknek is benne kell lenni, a Európai Uniós tagállamból származóknak. Miért? Hiszen ezek a közvetlen támogatások, ez valami fajta innovációról, valami fajta fejlesztésről szól, és ennek a, az Európai Unió tagállami között való szétterítését szolgálna ez a projekt. Tehát amikor ön azt kérdezte tőlem, hogy a nagyon-nagyon helyesen, hogy a lakásügynökségi modellnek van-e Európában e, valamilyen a, akkor ez azért jó kérdés, mert hogy nekünk az is a feladatunk, hogyha valami újat ebben ki tudnánk fejleszteni, azon kívül, ami már kialakult, akkor ezt terítenünk kellene Európai Uniós tagállamok között, hogy mások is ezt felkarolhassák és magukkal vihessék. Ilyen példa, például ez egyik ilyen társadalmi szempontból szerintem nagyon hasznos, az élelmezésügyi projektek, amiben pályáztunk, és három projektből is nyertünk az Európai Bizottságnál. Élelmezésügyi projekt az így önmagában nagyon elvont, de a valóságban mit jelent? Például modernizáljuk a közétkeztetést, a menzákat. Hozzunk bele olyan elfeledett élelmiszer típusokat, alapanyagokat, amelyek most már kikoptak, viszont például magas fehérértékkel elég erős tápanyagtartalommal bírnak vagy úgy alakítsuk át az étkezési rendszert, közétkeztetési rendszert, hogy olyan alapanyagok kerüljenek bele, ami a helyi gazdaságokból származik, tehát nem kell átutaztatni Európán. Nem tartható. Így van. És ebben a projektben például van e, Izmir település, aki, aki egy olyan e, partner, aki majd ezeket, amiket kialakítanak a kollégák, azokat el tudja vinni, és megnézni, hogy az ő körzegében működik-e. Erre szolgálnak ezek a e, közvetlen pályázatok, tehát nem olyan jellegűek, mint, a direkt, mint azok az uniós támogatások, mint egy része most befogyasztásra került. Ezért is mondom, hogy teljesen átállítani a rendszert, hogy közvetlenül nagy városok Brüsszeltől kapják a pénzt, azért ez nem reális. Azt lehetne erősíteni, hogy például Nagyvárosok, mondjuk, együtt szerezhessenek például a közösségi közlekedésbe járműveket, hiszen minél többen szereznek be nagyobb kontingest, annál, hogy tud lenni. Például ilyen irányba lehetne a bővíteni a közvetlen uniós forrásokat. Összehasonlítva a 2019 előtti ciklussal, mennyire látványos ön szerint az, hogy mennyi beruházás, mennyi fejlesztés valósul meg uniós források segítségével a fővárosban? Itt most igazából az érdekel, hogy az emberek mennyire érezhetik ön szerint azt, hogy ebben van az el eltérés. van, azért is, mert az Unió dolgozik egy olyan szóval, hogy konvergencia. Tehát, hogy milyen, milyen társadalmi gazdasági felzárkózási szinten van egy adott régió. Ez önmagában persze nem kéne dönteni a vitát, tehát ettől még mondhatná azt a magyar kormány, hogy van 1600-1800 milliárdom a teretfejlesztési operatív programba, akkor nem 86 milliárdot a bizottság által minimum minimum elfogadott összeget adok, hanem ennek a háromszorosát. Csak most mondtam egy számot. De nem mondja, tehát hogy ő azt mondja, hogy a minden pénzt a Budapesten kívül területekre visz. Ugyanez igaz a többi operatív program esetében is, nagyon minimálisan vannak források. Ugye az előző időszakban azért az fontos, hogy volt egy nagy Európai Uniós projekt, ami önmagában azért a számlálót felvitt, ez a hármas metrónak a felújítása. Sajnos ebben az időszakban nem látszik, hogy metróba tudnánk haladni. Tehát igazából ugye egy ekkora város valójában nem tud soha olyan költségvetési helyzetben lenni, hogy önmagában, saját forrásból metró beruházást végre tudjon hajtani. Ez azért külső forrásra van szükség, nyilván vagy a magyar hazai forrásra, vagy európai uniós forrásra. Ugye az előző időszakban volt a 3 metró, az azt megelőzőben a 4 metró, tehát hogy eddig minden etapban volt valamilyen fajta metróberuházás. Ebben a tervezési ciklusban nincsen metróberuházás, lehet, hogy talán mondjuk a 3-as metró meghosszabbításának a tervezése káposztás irányába beleférhetne, de az, hogy ez ebbe kapavágás és, és, és bármilyen érdemi elindulás legyen, azt szinte kizártnak látom jelen pillanatban kormány azt mondja, hogy most nem metrót a fővárosi közösségi közlekedés szempontjából, hanem egyébként a hív hálózatot újítsuk fel. Én nem is akarom azt mondani, hogy ez butaság, mert hogy egyébként tényleg rászorul a hévhálózat a felújításra, járműcserére, tehát valóban van -e erre szükség a dologba. Én csak azt állítom meg tényként, hogy ebben a tervezési időszakban valószínűleg nem lesz semmilyen érdemű, sőt, Érdemi metroberváltozás biztosan nem lesz, maximum talán tervezés tud lenni arra, hogy majd a 27 utáni uniós ciklusra ö, odaérhessünk kész tervekkel, és akkor el lehessen remélhetőleg indulni valamilyen irányba. Ez szerintem ez egy probléma, ehhez azért ezt nyilván forrásként volna átcsoportosítani, jelenleg ez nem látszik. És azért ez sajnos nem is olyan, hogy a, ha most a helyreállítási alapból ezt meg lehessen valósítani, hiszen kizárt, hogy 26 végig érdemi. Ekkora infrastruktúrájú beruházás legyen. Tehát ez egy, ez egy gond. A másik ilyen ö, probléma, hogy ö, azért a közösségi közlekedésben van olyan eszközállomány, ami most már élettartalmon túl van. Nem azt jelenti, hogy veszélyes lenne, csak hát amikor ezt építették, akkor nem gondolták, hogy ennyi ideig fog működni. Ilyen például az egyes metrónak, a sárga metrónak, föld alattinak a ö, járműállománya, tehát ennek a cseréjére szükség lenne mindenképpen, és ezért ennek azért nagy forgalma van, tehát ez mindenképpen meg kellene lépni. Erre is pályáztunk, ezt is gondoltuk, hogy be lehetne lobbizni az uniós források terére, nem fért bele abba a keretbe, amit a számunkra a magyar kormány hagyott, mint lehetőségként. Tehát ezek azért mindenképpen problémák, és ez azért problémák, mert hogy azért örökre nem lehet ezeket a járműveket üzemben tartani, tehát folyamatosan napján kell tartani a cserének valamilyen lehetőségét, és azért ez nem egy egyszerű beruházás, szintén nem egy dobozos termék, ha abban a szempontból bemegyek egy szalomba, és akkor elhozok onnan. Azért ezeket le kell gyártatni, ezért viszonylag speciális a magyar metróhálózatnak ez a része, le kell gyártatni, idő, amíg megérkezik, tehát azért ezek hosszabb beruházások. Főpolgármester, helyettes úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, ha lemaradtak volna, akkor ugye visszanézhetik online adásainkat, ha eddig nem tették volna, akkor pedig iratkozzanak fel a csatornáinkra, a komment szekcióban pedig szóljanak hozzá a halottakhoz. Hamarosan friss adással várjuk Önöket, akkor is tartsanak velünk, addig is a viszontlátásra, viszont hallásra.